Folyamatosan dolgozik ez a speciális markoló a Tiszán Vásárosnaménynál. Az új évben szinte azonnal munkába kellett állítani a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság gépláncát, de már karácsony után is folyamatosan tisztítani kellett a víz felületét. A két ünnep közötti esőzés és az azt követő felmelegedés miatt egy jelentősebb árhullám érkezett Ukrajna felől, ami miatt hétfőtől újra több tonnányi hulladékot hozott magával a folyó. A első öt napban, tehát a karácsony és új év közötti időszakban 740 köbmétert meghaladó húszadék érkezett. A mostani második nap óta tartó időszakban egyelőre olyan 100 köbméter környéken. A két ünnep között a partra kivezetett úszadék olyan mennyiségű volt, hogy a szerves és szervetlen szemét válogatását egy külön depóban kellett végezni. Jobbára PET palackokat hoz magával a folyó, de egészen szürreális dolgok is kerülnek a zsákokba. Elektronikai eszközök burkolatait, papucsokat és egyéb ruhadarabokat is haláztak ki, de festékszóró sprével vagy elhasznált gépjármű üléssel is találkoztunk. Műszakonként jellemzően 20 és 30 fő közötti létszám dolgozik, és ezt a szervetlen összetevők szelektálása tovább történik PET-palackra, üvegre, fémhulladékra és egyéb háztartási hulladékra. Jelenleg csak nappal dolgoznak a gépek és a szakemberek, a géplánc azonban éjszaka is készenlétben van. A következő napokban várhatóan újra szükség lesz az éjszakai műszakra, újabb esőkre kell ugyanis számítani a Tisza vonalában, így a fokozódó árhullám újra növelheti a térségbe érkező hulladék mennyiségét.